Sziasztok, ezek a betűk itt mögöttem árulkodóak, Dél-Koreában vagyok még, de hallgassátok meg a Peace Love Loafer új zenémet, kijött, teljesen új vibe, totál új double T, szerintem erre nem számítottatok tőlem, csekkoljátok, hallgassátok meg most, link a leírásban. Na de most nézzük meg Szöult! Vagyok most éppen Gangnamban, és az a Gangnam az Szöul leggazdagabb városrésze. Biztos ismerjük a Gangnam Style című zenét, amit szájhozott még ki 10 évvel ezelőtt, ami az első zene volt, ami a YouTube-on átment egy milliárd megtekintés fölé. Az egész országnak a földértékének a 10%-a abban az egy kis városrészben van. Kíváncsi vagyok, hogy milyen eredetek, teljes luxus, hihetetlen üzletek, és ott laknak a sztárok, K-pop sztárok is, úgyhogy nézzük meg. A BTS pont kiköltözött onnan, tehát a fő K-pop sztárok pont egy külső lakópark luxus komplexumba költöztek ki, de mégis Gangnam a hírességek központja itt Szóban. A sneaker világ egyik leglegendásabb helyszínén állok. Sztoriban megkérdeztem tőletek, hogy ismeritek-e az Atmoszt, és hát ezt azt válaszoljátok, hogy nem ismeritek, ami engem meglepett, de annál nagyobb öröm, hogy meséltek róla. Egyik az Atmoszt mögöttem leglegendásabb sneaker volt az egész világon, és hát alig várom, hogy a szóli üzletét lesen. Persze vannak mindenhol világszerte. Az Atmoszt különböző sneaker kollabóval ismeretek, nagyon sok legendás Nike együttműködésük volt. Ilyen volt az Animal Pack, amiből nekem is volt már itt egy pár, amit szerettek még nagyon régen, és hát a leghíresebb ez a legendás Elephant Print minta, akár az Air Max 1-eseken is, az Atmos kollabokból származik. Az idősebb generáció sneakerhead-ek ezt tudja, hogy ismerik Lékai Mert, és írt, hogy persze ismeri az Atmos még szép, úgyhogy nézzük meg, hogy mire a bolt belsében, de valahol előbb is el kell jutnunk az utcán, és nem tudok elképzelni, hogy ez a Szöul, ez egy mekkora város, hogy valahol keresek egy jelzebrát, de mint hogyha ott lenne. Egyes polányal Love You Forever, pontja van a Nokta, rögtön van itt a boltban, megnézem, hogy van-e felnőtt életmű, egy kicsiben. 9 szemes szilvos boltzár meg, nagyon rég láttam kézben, hatalmas gránom volt egy ilyen 3-4 évvel ezelőtt, és van persze Hopeyler Force 1-es, ja, meg Golden Bullet is van, Hopeyler Force 1-es, ami a konkuriózó persze. Heaven Essex Collabo, The Human Race, Federal Anarchy of Adidasnál. Ez itt aztán a két színeles, a Air Max 1-es Ugly Duckling Specnek kis kacsa részlete lehetője. Ez pedig LeBron Collab Dunk Fruity Pebbles. Szerintem nagyon izgalmas Dunk színeles. Szerintem ezt lehet, hogy beszélsz. Ez itt a Terminator High Nike. Először az outfit-em, ez a narancsága póló, LeBron Dunk. És ez is. Ez egy LS póló, itt valahogy minden elég kicsi, úgyhogy ebből egy XL-es lesz, nadrág 36-os, ez most jónak tűnik, Dunk, az marad. Tehát Atmos, we came through, rögtön két Atmos szatyort, beszereztem egy Sean Butterspoon Atmos Cola polót, egy ilyen Nike nadrágot, és persze a LeBron Nike Dunk kollabot, a Fruity Pebbles, még kikötözött, de kell gyorsítottam, hoppá. És még hoztam plusz egy Atmos Sean Butterspoon pólót és egy klasszik Atmos pólót a séfitesomnak. Págoltam egyet, mert kért, hogy hozzak neki, és plusz nektek egy sors, de kis hoztok nektek persze egyet. Élmény volt az Atmos. És itt egy hatalmas Nissan Soul. Itt most nem lehetett csendes videózni, de keresjük a következő boltot.
izgalmas bolt volt, csak úgy bent üldögéltek a gangnami gazdagok az üzletben teáztak, és különben sok visszabolt volt ezen a részen. Most ahol voltunk, itt volt például a legendás Nike Bayou Heron Preston 720x95-ös Air Max, befóliázva fel is vettem neked, gondolom most ugye azt a videót, és volt ez az RBRS-en márka, amit nem is ismertem előtted, de nagyon izgalmas koncertjeik voltak. Mindegyik cipőjük egy ilyen gumiszeges talpon állt, ugye az RBRS-en ez a Rubber Sole jelentést is viseli, nevet viseli. Wow, ez egy vape bolt. Vape bolt tele kapsz figurákkal. Ez itt egy ilyen deszkes boltnak, ez nincs olyan. Nem, ez is ilyen bár. Úgy látszik itt ugye, hogy itt a street kultúra sok jelen a vérükben van, azért valahogy Supreme, az nem ilyen kuriózum, mint nálunk, hanem ez itt még tényleg street maradt és high-end maradt. Bearbrick-ek. Ez a face-ezünk a mehén. Egész lelképes, hogy nézd, ez több rétegű rögtön. Wow. The Diver Street Market-en sok Kikoko Stalino van. Kikoko Stalinovat ismerhetitek az SX kollabjából is, ami egy meghatározó lépés volt az SX történelmében, mert onnantól ez a performance futócipővonal egyre jobban betört a street világba, amit ő hozott ezzel a kollabban. Wow. Teljesen más, a cold van, teljesen más. Mert szinten van kezelve itt ez a streetwear világ, és ez Spalvert cipő. Ki emlékszik a Spalvertre, hogy ezzel úgy store check-en, mert egyébként 5 évvel ezelőtt mutatta meg nektek először. Ez itt a Coex Mall, az egyik legdurvább bevásárlóközpont, van itt egy hatalmas könyvtár is, ami az Interstellar filmben is elférni, és különben tök érdekes korai kultúrához kapcsolódva, a liftben két tábla volt kint, egyik hordj maszkot, másik ne beszélj. És ez itt a Jamba Juice Travis Scott kedvenc itala. Ez elég jó. Elképesztő, mindenhol könyvek, csomó különböző nyelven. Imádtam az Interstellar csillagok között filmet, és ez most teljesen azt a hangulatot idézi, hihetetlen. Csodálkozom, hogy Fry Tomi tesómnak itt például nincs még kávézója. Amikor egy egész országban egy könyvtár lesz a legnagyobb instafotó helyszín. New Balance kell hátkorra. Basic pulcsik. Egész életemben erre edzettem, hogy Dél-Koreában megüthessük egy ilyen zsákot. Hú, ez nem gondoltam. Miután lakásokban nem lehet bemenni cipővel, ezért itt nagyon nagy a kultúrája az okniknak. Ez a Top Ten egy helyi koreai fast fashion márka. Teljesen golfbank vagy, különben lehet, hogy nagyon jó helyi merkezés, eddig az egyik kedvencem Gold Studio-ban, ami a fok is nevet lehet. Tök jó anyák, ezek rövidetek nagyon-nagyon jó. Csomó kutatjuk van. Csak egyszer bejuk, beújítok mindenkit. Nézzük, de jó. Egy ilyen zokni, ez nagyon jó, nézzétek. Teleskel kis zsenyel is van. Asterix márka van, egy márka, amiről érdemes beszélni, mert igazából egy túra márkával most az elmúlt egy évben teljesen átment a legmenőbb streetwear márkával. A márkává kicsikét ilyen techwearbe ütésen ugye a nagy hatása, hogy a techwear is ment az utcára, hogy jobban, hogy Asterix. Ez 39 ezer won egy dunk, az kevesebb mint 40 ezer forint. Ez itt az ABC, mert Koreában polcon vannak dunkok, hófehér Air Force 1-esek és még sok-sok más. Ezt a dunkot most vettem szintén retailen 40 ezer forintért az Atmosban, ez otthoni reseller üzletekben 85 ezer forinttól kezdődik.